Az idei tábor témája a Föld, a gyerekek minden nap más-más kontinens népeivel, állat- és növényvilágával, szokásaival, meséivel, zenéjével és egyéb érdekességeivel ismerkednek meg. Most falat festünk, meg hogy sokat játszunk. Minden foglalkozás tetszik. Tanultam sok mindent, táncoltunk. Legjobban tetszett a tegnapi ebéd, ma is biztos finom lesz. A gyerekek kedden egyebek mellett térképeket, lovakat, indián sapkákat és sátorokat is készítettek. A mai a keddi napon Amerikát, Észak- és Dél-Amerikát tanulják a gyerekek. Itt játékos foglalkozások keretein belül próbálunk olyan tudást nyújtani nekik, amit később az iskolában is föl tudnak majd használni. Az idén több mint 110 gyerek vesz részt a már hatodszor megszervezett nyári táborban. Ez az egyetlen egy olyan magyar nyelvű tábor, vagy magyar nyelvű nyári program itt Újvidéken, illetve a környékén, ahol a gyerekekkel magyar pedagógusok magyarul foglalkoznak egész nap. Tehát itt vannak persze vegyes házasságból is gyerekek, meg olyanok, akiknek nem elsősorban az anyanyelvük a magyar, viszont itt minden foglalkozás csak is kizárólag magyarul folyik. A tábort pénteken hagyományos gálaműsorral zárják. Ekkor a résztvevők bemutatják mindazt, amit az elmúlt 5 nap alatt készítettek és megtanultak.